Üdvözlöm a kedves nézőket, Emkende Péter vagyok, és természetesen folytatódik a Pirkadat is. Geiger András, köszöntöm a Mensch Alapítvány vezetőjét, jó reggelt kívánok! Szervusz Péter! Az a helyzet, hogy a Mensch diakról is fogunk beszélgetni, de sokkal fontosabb program, nem tudom, lehet-e súlyozni, de számomra most fontosabb programról fogunk beszélgetni, mégpedig ellátogatunk Győrbe, illetve Győrből Mauthausenbe. Hogyan is történik mindez? Május 26-án 40-től 50 középiskolás diák fog menni reggeltől estig Mauthausenba, Melkbe és vissza Győrbe. Ez az első alkalom, hogy ezt Győrbe csinálják, vagy mi csináljuk. 16-án volt egy nagy holokauszt megemlékezés, amit szerveztünk a Győri Nemzeti Színházba. És akkor tombolán bedobtak gyerekek, akik akarnak menni, előre tudták a szülőkkel, hogy ez lehetőség van, és nyert 30 gyerek egy utat, plusz még van hely az autóbuszon még 15 gyerekre, és ez 26-án lesz, és erre most gyűjtünk pénzt, mert az anyagi háttér az még nincs meg teljesen, körülbelül 6-700 ezer forintba fog ez kerülni. És erre szeretnék a segítséget mindenkinek. Miért fontos az, és ezt segítsünk a nézőknek, hogy nem csak nagyon fontos az életmenet, hogy Budapestről elindulnak a gyerekek a nemzetközi életmenetére, elmennek Auschwitzba és visszajönnek. De Győr miért fontos? Győrből ma utazzámban miért fontos ez? Oké, az életmenet az egyszer egy évben van. Auschwitzba az út, az egy kétnapos út, az nagyon költséges. Szóval azt nem lehet tényleg rendszeresen csinálni az országból. De ez a Mauthausen, ami szintén haláltábor volt, édesapám ott volt vakáción több hónapokig, 40 kiló volt, mikor felszóltak az amerikaiak május 5-én 45-ben. És fontos, hogy fiatalok mielőtt még 18 évesen, optimálisan 16 évesen, minden magyar fiatal 16 éves lássa, hogy mi történt ott 80 évvel ezelőtt. És gondoljuk, hogy ezt az utat mi most megcsináljuk, megy vele egy stab, aki föl fogja venni videóra az egészet, ide fogjuk hozni neked, lejátszhatjátok, ha idő megengedi részét is, és szeretnénk a magyar kormányt, az oktatási minisztériumot, amivel fogok tárgyalni, hogy ezt bevezessék, úgy, mint Németországban is, meg Ausztriában is, minden 16 éves egyszer az életébe lássa, hogy mi történt egy ilyen helyen. Ez a jövő generáció számára elengedhetetlenül fontos. De hogy mi minden történt, egy gyors témaváltás, az, hogy mi minden történt a magyarországi zsidósággal, arról tökéletesen lehet olvasni, többek között Benedek István Gábor műveiből, nyugodjék békében, legyen áldott az emléke. A Tótkomlósi Tóra az, amit a kezedben tartasz, angolul is megjelen már. Így van. És én most, mikor visszamegyek Amerikába, ahol élek, 8 éves korom óta igazából, San Franciscóba, ott van egy zsidó könyvtár, és ott fogok beszélni erről a könyvről. És magáról a szerzőről is. És a szerzőről, és fogjuk terjeszteni az ő hírnevét, mert ő igazából Magyarországon, ő a Sholem Aleichem, ő az Isaac Bashevis Zinger. Jaj, de jó hasonlat! Igen, igen. A modern, és ő 6 éves korában deportálva volt Bergen-Belsenbe, először is Ausztriába, Gerzdorfba. Én voltam ottan, volt egy nagy emlék program ottan több évvel ezelőtt. Láttam a gödörbe, ahol ő, anyja, meg a nagymamája, meg a bátyja, a Pali ott voltak a gödörbe, és napközben kimentek dolgozni egy családnak a házába, aztán a végén vitték őket Bergen-Belsenbe. Bergen-Belsenbe a Pista mondta, aki a jó barátom volt, hogy látta a végén, miatt még felszólt, hogy valaki másnak a fülét megette. Most ezzel kellett élnie 84 éves koráig. Ezzel élt 84 éves koráig, de ugyanakkor kiváló történeteket írt, nem csak a tragédiát írta meg, és ezért kell őt
kiemelni, hogy egy egészen különleges... Hát írt a jó részét a zsidóságnak, akik éltek. És Sólem Aleichem kapcsán tudom mondani, hogy ezt is meg kell ismertetni. Pontosan. Az emberekkel. És ez nekem, mivel jó barátom is volt, meg mint magyar származású zsidó, meg apám is túlélő volt nagyszüleimet. A Győrt azért választottam, mert ott onnan vitték el a nagyszüleimet, meg apámnak a testvéreit, sőt, be is tettem Stollersteinert a ház előtt, a Széchenyi tér 3-nál. Ez volt 15-én. Botlatókő. Botlatókő. Csak segítek. Stoppersteiner. Botlatókő. Akkor gyorsan beszéljünk még a MENS alapítvány és a MENS díjakról. A díjátadóra sor fog kerülni... Május 21-én. 21-én. Minden igen. Évben csináljuk. Igen. Általában június 6-án szoktam, most korábbra vettem, mert én el kell utaznom vissza Amerikába, és a Goldmark terembe lesz. És már tudjuk, hogy kik lesznek a díjazottak. Kun Zsuzsa. Aki, igen. Akit mindenki ismer a klubrádióból, meg írásából, stb. Főrabia Franka Leo zsinagógának Verő Tamás. A kiváló. A főkán. Verő Tomi. Tomi. Igen. Most kint van Auschwitzből. Igen, igen, az életmenetével van kint. És a Nógrádi Gergő, ő lesz kitüntetve. Ez a két főkántor. Személy főkántor nagyon sokat tett itt Magyarországon, abba a kis közösségbe, hogy a zsidóság valamennyire élve marad, akik még vannak itten. Nagyon pozitív energiájuk van és volt utolsó 20 év alatt, és gondoljuk, ha valaki megérdemli a MENS díjat, ők azok, úgy mint a Zsuzsa. Azt szeretném gyorsan kérdezni. És havas, 70 év fölött vagy. Nem sokkal? 76. Nem sokkal, de 70 év fölött vagy. Te szerinted, amikor itt jársz Magyarországon, látod akár Verő Tamás és akár Nógrádi Gergely munkássága nyomán látod a zsidó jövőt? Én szerintem, én egész másképp látom, mivel én 8 éves korom óta amerikai vagyok. Avelőtt, hogy én jól beszélek magyarul, én angolul még jobban beszélek, és látom, mikor szavakat kell találni, akkor nehezebb találni. Én szerintem sokan elmentek Izraelbe fiatalon, aztán vissza is jöttek, mert ha nem gyerekkorba mész valahova, mint én, nehezebb az elszakadás. Meg alkalmazkodni az új országba, igen. Hogy ott mondom, én 8 éves korban, én amerikai vagyok, én angolul gondolkozok, angolul álmodozok. Én szerintem, ami zsidó jövő itt van, azt meg kell tartani, mert egy csomó olyan nem tudnak elmenni. Nincs olyan szakmájuk. Ha nem vagy egy mérnök, nem vagy egy komputer zseni, akkor mit fogsz csinálni külföldön felnőtt korban? Vannak ilyenek, és nagyon sikeres lettek Amerikában is, meg Angliában is, meg Svájcban, meg Izraelben is, de egy kis százalék. Legtöbb embernek itt van a gyökere, és meg kell érteni, hogy miért vannak itt Magyarországon. És ha már itt vannak Magyarországon, akkor itt kell lenni egy zsidó életnek. Még ha nem is vagy vallásos, én egy szekuláris zsidó vagyok, de én ehhez a csoporthoz tartozok. Ez az én népem, ehhez tartozok. Jól vagyok a többi népekkel is, és azok megkapják a tiszteletet, és kívánom, hogy én is megkapjam a tiszteletet. De aki nem is vallásos vagy vallásos, kell, hogy kulturálisan benne legyen ebbe a világba. Legyen az a Bálintházba, vagy a zsinagógába, vagy más programokba. És a zsidó jövő, és a zsidó gyökerek szempontjából nagyon jelentős az a munka, amit a MENS Alapítvány végez. Vannak-e olyan tervek az alapítvány életében, amik még idén, amiket elmondtál azon kívül, még mindenféleképpen szeretnétek megvalósítani? Hát idén ez a tervünk, de főleg az a tervünk, ez a Malthazani út, ez most egy ugródeszka lesz. Én ezt csináltam már 20 évvel ezelőtt Budapestről, a Dohány zsinagoga előtt ment egy autóbusz Malthazanba. De azóta nem volt senki, aki ezt másolta volna. Én most másolom saját magamat Győrből, vagy Győröt, ahogy mondják, és szeretném, ahogy ez meg fog történni, és meg lesz a videó, én fogok tárgyalni a kulturális minisztériummal, az oktatási minisztériummal, hogy ez tényleg
mondok egy példát. Ha minden 16 éves gyerek eljut ide, az belekerül 15 ezer forintba. Na most ennyit a magyar állam kell, hogy adjon, hogy ez a holokauszt oktatása, ami a legfontosabb, hogy kap 15 ezer forintért minden 16 éves gyerek egy ilyen élményt, ha annak lehet nevezni. Egy történelem órát kap, egy olyan történelem órát, ahol nem könyvből, nem csak könyvből tud informálódni, hanem saját szemével is meg tudja tapasztalni pontosan, ami történt. Csak azt tudom mondani zárásként, hogy nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez a küldetéshez, és nagyon várjuk azt, hogy a Mencs Alapítvány díját adóját is, bővebben tudjuk majd beszélni, úgyhogy visszavárunk majd még legközelebb. És megkérem a közönséget, akik hallgatják ezt, jöjjenek el május 21-én a Goldmark terembe, és segítsenek, adományozzanak, hogy ezeket a madhazanyozatot be tudjuk teljesíteni, meg más oktatást, amit csinálunk. Ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen. A Benedek Gábor, István Gábor nevébe. Így igaz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, ennyi volt már a Pirkadat. Holnap reggelsén fogom önöket köszönteni, de ne kapcsolják el a készüléket, mert nagyon jó kis műsorok lesznek még. Addig is a legjobbakat.